Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit! Korszerűsítették a szennyvíztisztító telepet Bonyhádon, a közel 60 éves műtárgy felújítására pályázaton nyertek támogatást. A kapott összeget a telephely fejlesztésén kívül a hálózati rendszer rekonstrukciójára is fordíthatták. Sikeres pályázat után végre megvalósulhat a Bonyhádváros szennyvíztisztító telepének felújítása. Ez a regionális telep nem csak a bonyhádi, hanem a cikói, kakasdi, nagymányoki és kismányoki lakók szennyvizét is tisztítja, valamint a teljes hálózatot is kezeli. Már nagyon régóta pályázunk egy új szennyvíztisztító telepre, mert a régi telep nem tudta teljesíteni az EU-s határértékeket, és ugye az EU-ban már elég régóta bent vagyunk. Többször pályáztunk, már egyszer nyertünk, de akkor nem sikerült, és most végre harmadszorra sikerült pályázatot nyernünk, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk annak, hogy ez a beruházás elindult. Ez annyit jelent, hogy sokkal kevesebb, vagy legalábbis remélhetőleg kevesebb energiával, sokkal nagyobb hatásfokkal tudjuk majd megtisztítani a szennyvizet. Az annyit jelent, hogy környezetvédelmi szempontból, mivel a Völgységi patak egy viszonylag kis befogadó, az ő környezeti terhelését csökkenteni fogjuk ezzel. Az átalakítás 2018 őszén kezdődött. Bonyhádon és a környező településen lakók semmit nem vehettek észre az átállásból, hiszen a telepet folyamatosan működtetni kellett. Sokat jelentett a sikeres együttműködés a beruházás kivitelezőjével, az Aliszka Bau ZRT-vel. Sokat kell együtt dolgozni, sokat kell együtt gondolkodni, pontosan azért, hogy az átállás közben az üzem az problémamentesen folyjon, ami most már lezárult, mert hiszen április 30-án átkormányoztuk a szennyvizet az új szennyvíztisztítóra, és akkor elkezdődött a próbaüzem. A változásokból, tehát gyakorlatilag a város ebből semmit nem vett észre, illetve a környező települések sem, hiszen a szennyvíztisztítás folyamatos volt, csak mondjuk mi tudtuk, hogy nem olyan szinten, mint amilyenre szükség lett volna. Egy KEHOP pályázat keretein belül nyertek közel 1,9 milliárd forintot, amit főleg a tisztítótelep fejlesztésére fordítottak, de a bonyhádi és a környező településekben lévő hálózat és átemelők rekonstrukciójára is jutott a támogatásból. A rendszer az eléggé elavult, ugyanis Bonyhádon elég korán kezdődött a csatornázás, valamikor a 60-as évek elején. Nyilván több hálózati rekonstrukcióra lenne szükség, de ami belefér, az belefér, ami nem fér bele, az nem fér bele. A szennyvíztisztító telep üzemére tulajdonképpen ez nincs hatással, mert úgy próbáltuk meg összeegyeztetni már az elejétől kezdve, hogy kőfogó, zsírfogó, homokfogó, tehát végül is minden, ami a csatornahálózatba bekerül, aminek nem kéne bekerülnie, az már az elején kifogásra kerüljön, úgyhogy ne terhelje a biológiai tisztítást. Mert tulajdonképpen egy szennyvíztisztító telepnek a lényeg a biológiai tisztítás. Ami annyit jelent, hogy mindenféle vegyi anyag nélkül, csak a levegő oxigénjével maga a szennyvíz megtisztítja önmagát. És akkor lesz a tisztított szennyvíz belőle. A munkálatokat még nem fejezték be teljesen, de a régi telep állapota miatt muszáj volt átirányítani a szennyvizet az új, de már működő műtárgyra. A próbaüzemnek a tulajdonképpen célja az, hogy kiderüljön minden, ami esetleg nem olyan, mint kellene lenni, illetve nyilván a biológia, ami ez egy nagyon korszerű technológia, amivel mi most dolgozunk, ezért is lesz energiatakarékosabb, mint a régi, be kell állítani. Tehát nyilván, hogyha egy szennyvíztisztító telepre feladjuk a nyert szennyvizet, akkor be kell állni annak a baktériumflórának, ki kell alakulni a mikrobiológiának ahhoz, hogy jól tisztítsa a szennyvizet. Viszont annyit már elmondhatunk, hogy gyakorlatilag két hete üzemelünk, és a paraméterek közül viszonylag sok már határértéken belül van, tehát az EU-s határértéken belül. A próbaüzem az előírásoknak megfelelően fél évig fog tartani. Ez alatt az idő alatt kiderül, hogy mennyivel energiatakarékosabb és környezetbarátabb az új rendszer. Új korszak kezdődik a Bonyhádi Kórház és Rendelő Intézet életében, újra megindul a járóbetegellátás. A szigorú szabályokat betartva várják a betegeket szakorvosi rendelésre. Egy évvel ezelőtt boldog békeidő uralkodott a Bonyhádi Kórház és Rendelő Intézet mindennapjain. A sok év alatt bejáratott rendet, rendszert már mindenki ismerte, és a szabályok betartásával viszonylag zökkenőmentes volt a betegellátás. Aztán a koronavírus megjelenésével ez is megváltozott, az egészségügyi ellátás gyökeres fordulatot vett. Természetesen az egész ellátórendszernek az a célja, hogy a vírus kezelésére való felkészülés megtörténjen, és azokat a feladatokat, felkészülési elemeket végrehajtsa, amik a vírus, a járvány elhárításához szükségesek.
Természetesen annak nagyon örülünk, hogy ilyen jó számaink vannak a megbetegedések tekintetében Magyarországon, és ezért az egészségügyi ágazati rendelkezések most már úgy változtak, hogy egy fokozatos, folyamatos figyelmet igénylő és a változásokat figyelembe vevő nyitás következik be most mind a fekvőbetegellátás, mind pedig a járóbetegellátás életében. A betegek türelemmel és megértéssel fogadták az új helyzetet. Szerencsére nagyon alkalmazkodóak, és tudják, hogy az ő érdeküket is szolgálja a szabályok betartása, mondta Laufer Éva. Ettől függetlenül mindenki nagyon várja már a korlátozások végét. Én ezúton is szeretném megköszönni a betegeinknek a türelmét és a megértését, ugyanis az a tapasztalatunk, hogy várják az információkat, elfogadják az információkat, és számunkra is meglepő módon nagyon türelmesen közelítenek az egész ellátórendszerhez. Bízom benne, hogy érzik azt, hogy mind azért dolgozunk és azért vagyunk, hogy minél zökkenőmentesebben, de ugyanakkor a biztonságot és a járványügyi szabályokat betartva próbáljuk őket a legjobb tudásunk szerint és a leggyorsabban ellátni. Itt elsősorban az időfaktor szokott a probléma lenni, hogy szeretnének ellátáshoz jutni, ezt most már egyre inkább a járványügyi szabályok figyelembevételével meg is tehet. Az április végi adatok alapján az az országos döntés született, hogy a járóbeteg ellátás fokozatosan újraindulhat. Szigorú szabályok betartásával ugyan, de megkezdődnek a szakorvosi rendelések a Bonyhádi Kórház és Rendelőintézetben is. A március 17-e előtt kiadott időpontok sajnos érvényüket vesztették, tehát ha valakinek van egy májusi, júniusi időpontja, amit még március 17-e előtt kapott, akkor azt kérjük, hogy tekintse semmisnek. A koronavírus ideje alatt 3 lépcsős a szakorvosi ellátás. A betegek a rendelőintézet honlapján és a Facebook oldalán megtalálják a különböző szakrendelésekhez tartozó telefonszámokat. A kórház betegirányítása is hívható, ahol részletes információkkal szolgálnak majd mindenkinek. Tehát a beteg jelzi az igényét. A következő lépcső az, ugye keletkezik egy lista, a következő lépcső az, hogy a szakorvos fölveszi a beteggel, a beteg által megadott csatornán, telefonszámon jellemzően a kapcsolatot, és megbeszélik azt, hogy esetleg telefonos konzultáció keretében az ő problémájára sikerül-e orvoslást találni, akár egy dózisváltoztatás, vagy bármi ilyen lehet. Tehát van a szakorvossal egy telefonos megbeszélés. Erről egyébként egészségügyi dokumentáció készül, amit a beteg is, és a házi orvosa is az EST-ben megtalálhat. Tehát ez egy hivatalos telefonos vizit. Hogyha ott nem zárul megnyugtató eredménnyel ez a vizit, és a szakorvos úgy látja, hogy szükség van egy személyes kontaktrendelésen való megjelenésre, akkor kap a beteg még ott a telefonos vizit alkalmával egy időpontot. A megadott időponthoz képest 20 perccel korábbi érkezést kérnek a rendelő dolgozói, mert a koronavírus miatti protokollrendszeren mindenkinek kötelezően végig kell menni, és csak utána léphetnek be a rendelő épületébe. Van egy úgynevezett előszűrő sátor, aminek az a szerepe, hogy kikérdezve a beteget, ez egy országos járványügyi kikérdezés, és megmérve a testhőmérsékletét, megbizonyosodjunk arról, hogy ő a koronavírus szempontjából aktuálisan éppen akkor nem hordoz-e olyan fajta kockázatot, hogy másokat megfertőzhet, magyarul nem lázas, nem köhög, nincsenek-e olyan tünetei, ami miatt esetleg elkülönítést igényel. Természetesen akkor sem küldjük el a betegünket, de akkor nem a rendelőintézetben, hanem egy erre kijelölt helyen fog a szakorvosi vizsgálat megtörténni. Amennyiben lehetséges, akkor kérjük, hogy szájmaszkba érkezzenek a betegeink, ha nem abba jönnek, akkor természetesen rendelkezésükre bocsátunk egy egyszer használatos szájmaszkot, de hogyha valaki a sajátjába jön, azt külön megköszönjük. Változás, hogy a rendelőintézeti parkoló, mivel itt ezekben a sátrakban ugye betegellátás zajlik, ez csak és kizárólag a mozgáskorlátozottak, illetve a mozgásukban akadályozottak számára van nyitva, tehát ez a megszokott behajtási rend, ez is felülíródik. Nagyon fontos az időpont betartása, ugyanis egy ember tartózkodhat a folyosón, és vele egy időben egy ember lehet a rendelőben. Ezért nyomatékosan kérnek mindenkit, hogy a torlódás elkerülése érdekében tartsák be a szigorú betegfogadási rendet.
Ajándékcsomagokat kaptak a rászoruló családok Bonyhádon. Az Élelmiszerbank és a Gondozási Központ kapcsolatának köszönhetően érkezett a mostani szállítmány. A csomagokat a Városi Képviselőtestület tagjai vitték el az érintett családokhoz. A hadgyermeket nevelő Böröc családhoz viszi Kersák Tamás képviselő a segélycsomagot. A Gondozási Központ sikeres kapcsolatának köszönhetően a Városi Képviselőtestület tagjai minden rászoruló családnak tudtak ismét segíteni. Böröcné Fodor Nikoletta, a 6 kisgyermek édesanyja azt mondja, mindig jól jön egy ilyen segély. Megoldjuk, de jól jön. A Gondozási Központ és az Élelmiszerbank közötti kapcsolatnak köszönhetően jutottak ismét szociális segélycsomaghoz a rászorultak. A Bonyhádi Gondozási Központ és a Magyar Élelmiszerbank Egyesület együttműködési megállapodást kötött. Az Élelmiszerbank Egyesület tevékenységéről annyit kell tudni, hogy élelmiszermentéssel, élelmiszergyűjtéssel foglalkozik a Magyarországon élő rászoruló családok számára. Gyűjt élelmiszert, ez elsősorban áruházi élelmiszermentéssel, illetve vállalati felajánlások révén tudja megtenni. A vállalati felajánlásoknak köszönhetően, mivel ezek olyan nagy mennyiségűek, lehetősége van az Élelmiszerbanknak arra, hogy pályázatot írjon ki. A pályázatok kiírását a Bonyhádi Gondozási Központ mindig megragadja. A veszélyhelyzet alatt például 3 ilyen pályázat kiírására került sor, és a Bonyhádi Gondozási Központ mind a 3 esetben nyertes volt a pályázók között. A legutóbbi pályázat eredményéről május 5-én értesültünk, ez is nyertes volt. Ennek az összege 1.800.000 forint nagyságrendű volt. Elsősorban tartós élelmiszerekre, vagy pedig rövid lejáratú élelmiszerekre lehet pályázni. Ez több 100 kilónyi élelmiszert jelentett, ezt a Bonyhádi Gondozási Központ munkatársai hozták el, közösen pakoltuk be a Bonyhádi Gondozási Központnak a raktárába. Itt történik tulajdonképpen az élelmiszereknek a kicsomagolása, kibontása, csomagolása, ezt a Gondozási Központ munkatársai végzik. A vírus időszak megnövekedett feladatai közepette nem volt kellő kapacitása a központnak a csomagok szétosztására. A segítség a polgármesteri hivatalból érkezett. Van egy kimutatásunk, és sajnos azt kell mondanom, hogy mindig vannak olyan családok, akik önhibájukon kívül rászorultak. Ez március 16-a óta, a vírus megjelenése óta hatványozottabban jelentkezik Bonyhád városban is. Polgármester asszony az élén, és a közvetlen munkatársai napról napra többek között azon is dolgoznak, hogy ezeken a rászorult családokon hogyan lehet segíteni. Most van egy olyan alkalom, hogy az elképzelés és a lehetőség találkozott. Az elképzelés az, hogy a rászorultakon segítsünk, a lehetőség pedig az, hogy a Gondozási Központ forráshoz jutott, és tartós élelmiszercsomagot tudtak előállítani. Sok töprengés után arra jutottunk, polgármester asszony javaslatára, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményen részesült családok kapjanak tartós élelmiszercsomagot. Ez 77 családot érint, ennek a 77 családnak 130 gyermeke van. Én úgy gondolom, hogy nagyon fognak örülni ennek az ajándéknak vagy meglepetésnek. A képviselőtestület egyéni körzetének a megválasztott képviselői segítkeznek abban, hogy mindenki a saját körzetében fogja személyesen kivinni ezeket a csomagokat. Ez nem csak arra jó, hogy a csomagot kiszállítsuk, hanem a napi találkozása is, hogy személyesen találkozik a képviselő a családokkal. Ezek a családok akkor el tudják mondani esetleg, hogy mibe várják még a segítséget. A csomagok napokon belül eljutnak az illetékes családokhoz. Noé Attilát a Bonyhádi Rendőrkapitányság baleseti helyszínelőjét választották az év rendőrének Tolna megyében. Az eddigi díjazottak nagyrészt a vezénylő állomány tagjaiból választották, így külön értéke van annak, hogy idén a végrehajtók közül mondhatja valaki magát az év rendőrének. Földi Halandó számára egy baleseti helyszínelő tevékenységében nincsen semmi szépség. Nem így gondolja Noé Attila, aki 2020-ban az év Tolna megyei rendőre kitüntetettje. Számára ez a rendőri munka a leginkább testhez álló, és nem is szeretne más területen dolgozni. A baleset helyszínek is sokkal tágabb a munkaköre, mint ez a fogalom takar. Tehát nem csak a baleset helyszínelést foglalja magával, elég sok területen mozgunk mi is. Nyilván a közvéleménynek vagy az embereknek az a jobb, hogyha egy baleset helyszínen minél kevesebbet dolgozik, minél kevésbé találkozzanak egy baleset helyszínelővel, de hát ha már úgy hozza a sors, akkor sajnos a baleset helyszínelő is megy és csinálja a dolgát. Nem voltam az a tipikus kis kölyök, akinek már kiskorában volt fogalma arról, hogy mi legyen. Nyilván megvoltak a mindenki számára kedvelt
szakmák, de igazából nem tudtam, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Így alakult. Egészen máshol a sportpályán kapta meg a végső lökést a döntéshez. Noé Attila 10 próbázó volt, és a sporttársak közül többen választották a rendőri szakmát. Az akkori kortársaim közül, vagyis a barátaim közül, akik szintén ugye egy egyesületbe jártak velem, legalább 4-5 rendőrök lettünk, és ez így hozzá nőtt az életünkhöz. Sőt, egy-két idősebb barátom is már akkor végzett rendőr volt, és így beleláttam akkor egy kicsit a munkába. Ugye szerencsére mindig azt szoktam mondani, akkor jó, hogyha nem is találkozunk egy baleset helyszínelővel, viszont ha én kimegyek és tudok segíteni az adott problémán, és látom ezzel, hogy tényleg valóban valódi segítséget nyújtottam, akkor az nekem azért valamennyire jó érzés, hogy tudtam segíteni az embereknek, el tudtam abba az irányba indítani, amerre kell, és ez valamennyi visszajelzésbe is visszajön, hogy jó, tényleg ez az ember tudja, miről beszél, és segített nekem. Oda irányította, hova kellett, tudom intézni az ügyeimet, elmondta, hogy mi fog ezután történni, és mégis egy ilyen sűrű ködbe tapogatózik a balesetes, balesettel érintett ember, hogy mégis mit csináljak. Nyilván volt egy-két eset, ami jobban megviselt, szerintem az összes baleset helyszínelőnek van egy ilyen pillanat. Nem volt egy olyan pillanat, hogy elgondolkodtam volna, hogy akkor ezt én nem csinálom tovább. Nyilván az ember akkor egy magába egy picit jobban helyre tette a dolgokat, egy picit nehezebben, de átlendült a holtponton, és az ember megy tovább. Hát egy picit azért így 20 év után azt mondom, hogy ha nem is sablonos, mert sablonosan ezt a munkát nem lehet csinálni, de egyik eset után jön a másik. Ez szerintem egy baleset helyszín, ezt így szokja meg. Azért a mai napig megérintenek a személyes dolgok, mondja. Ha ismerős vagy barát érintett egy esetben, az utána nehéz pillanatokat okoz. Kell még néhány nap, mire túlteszem magam rajta. Az év rendőre díjat nem szokták végrehajtói állománynak adni. Így különleges helyzetben vagyok, tette hozzá. Meg is lepett a díj maga, illetve olyan korábbi vezetőim mögé is kerültem be a sorba, akiket én nagyon jó vezetőnek és kollégának tartott. Mindenképpen meglepő volt ez a díj. Nyilván ebben a pályában is azért egy ilyen életpálya után az ember már egy kicsit kényelmesebb lesz, és beleül abba az adott helyzetbe, amiben van. Egy ilyen díj azért mindenképpen azt gondolom, hogy egy pozitív töltettel rendelkezik. Az, hogy tehát magát nem is csak a baleset helyszínelést nézték ennek a díjnak az adományozásakor, hanem ezt a komplett rendőri munkát, illetve a szervezetben való szerepet, és ezért mindenképpen egy pozitív dolognak tartom. Így van. Újabb rekonstrukción esett át a bonyhádiak kedvelt kirándulóhelye, a Várajai tábor. 6 ház korszerűsítését végezte el a fenntartó bonyhádi önkormányzat. A tervek szerint a vírusjárvány ellenére teljes szezont bonyolítanak majd a parkerdőben. Ilyen körülmények közé jöttek majd 4 évtizeden keresztül azok a táborozók, akik Várajára jöttek pihenni. Az elmúlt évek során a bonyhádi önkormányzat megkezdte a park felújítását. Ebben az esztendőben 6 ház újult meg teljes egészében. Készfélőhelyes, mindegy, középen lesz majd egy asztal, hogy 4 székkel, azok is már megrendelések ültek, itt vannak, csak nem borszak be. Kell egy takarítás, bekerülnek az új matracok, még kap egy szekrényt minden szoba, és akkor jöhetnek a gyerekek. Mondta Filoni Ferenci Baja polgármester, aki személyes küldetésként éli meg a tábor felújításának ügyét. Nagyon régóta, nagyon sokan vártuk már azt, hogy az ifjúsági tábor teljes egészében megújulhasson. 2 évvel ezelőtt, 2018 nyarán az első tábornyitásra adtuk át ünnepélyes keretek között egy pályázati forrásból megújult ifjúsági tábort, ami akkor közel 331 millió forintból újult meg egy toppos pályázat lehetőségét teremtve, de csak a közösségi tereket tudtuk abból a forrásból megújítani, és továbbra is nagyon régi adóssága maradt az önkormányzatnak fenn, hogy azokat a szálláshelyeket, ahol a gyerekek a szállásokat töltik a táborozás során, azok is megújulhassanak. 40 éve épült a tábor, úgyhogy éppen ideje volt erre is költeni az önkormányzatnak. Örömmel számolhatok be arról, hogy 6 háznak a felújítása történik most a napokban, már csak az utolsó simítások vannak hátra, és néhány héten belül nagyon bízom benne, hogy a gyerekek birtokba is vehetik. Ez a nyári táborozási szezon biztos, hogy egészen más lesz, mint az előzőek. Természetesen elsősorban itt a veszélyhelyzetre is gondolok, a járványhelyzet kialakulása miatt. De én abban is bízom, hogy attól is más lesz, hogyha jöhetnek a gyerekek táborozni, akkor a megújult környezetbe fogadhatjuk őket.
Az épületekre az önkormányzat saját forrásból 30 millió forintot fordított, és most már a belső munkálatok zajlanak, éppen az ágyakat szerelik össze, a belső bútorzat is az épületek felújítása mellett megtörtént. A Várajai tábor a Bonyhádi Sportcentrum üzemeltetésében működik. Minden második évben fordít forrásokat a fenntartó a tábor korszerűsítésére. Bakancsos házainkban 3x4 főt tudunk elszállásolni. Legtöbbször ide a természet szerelmesei érkeznek, túrázók, biciklisek, az egész országból voltak már vendégeink. Ezt a szolgáltatást továbbra is fenntartjuk, és bízunk abban, hogy a járványhelyzet ellenére továbbra is olyan nyarat tudunk produkálni üdültetés szempontjából, mint a tavalyi volt. A mostani felújítás is arra szolgál, hogy tovább tudjuk növelni a szolgáltatásaink minőségét, és ez egy furcsa helyzet, hiszen ez a 2020-as év azért ez nehéz év ilyen szempontból, de az intézmény felkészült arra, hogy az előre lefoglalt turnusokat szeptemberig megcsináljuk. Hát ez gyakorlatilag 10 turnus lesz. Van augusztusban 2 hét, amivel nem igazán tudunk mit kezdeni, évek óta üresen maradnak. Ez valószínűleg azért is van, mert addigra a családok már letöltötték a szabadságaikat, kipihenték magukat, és már készülnek az iskolára, illetve a munkahelyeken, már dolgoznak. Ezt az augusztus 10-től 20-áig ezt nehéz feltölteni, de a többi az le van foglalva, és mi mai napon is bízunk abban, hogy végig tudjuk ezt csinálni. A 6 megújult házban a teljes belső bútorzat, a nyilázárok és a padozat is kicserélődött. A további tervekben szerepel a házak téliesítése is, annak érdekében, hogy hosszabb szezon tudjanak szervezni a parkerdőbe látogatók pihenni vágyók számára. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!